Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 8-án újhold van. Újhold azt jelenti, amikor a nap és a hold találkozik. A holdat nem látjuk, hiszen a holdnak nincs saját fénye, hanem a hold a naptól kapja, de ha találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani. Egy ilyen újhold napon jól tesszük, ha mi is láthatatlanokká válunk, így szimbolikusan gondolom ezt, az azt jelenti, legyünk visszahúzódóak, vagy meditáljunk valami felett. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a felvételben. Tehát egy új hold a meditációt jelenti. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, ez az új hold a kos jegyében van. És a kos jegye szimbolizálja a mozgást, néha a türelmetlenséget. A kos jegye jelent egy új kezdetet is. A téma az egy új kezdet, és hogy melyik irányba mozogjunk, hogy milyen döntéseket kellene hozni. Ezen kell most töprengeni, vagy ezen elgondolkozni. Az indiai asztrológiában vannak holdházak, és ez az új hold, az a Bharani holdházban van, ami azt jelenti, hogy itt lezárunk bizonyos dolgokat, és lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, mint egy újjászületés. De én nem kezdenék ezen a napon, hanem megvárnám azt, amíg az új hold elmúlt, és indul a növekvő hold fázis. Az egy jó időpont valamit indítani. Ez a holdház jelent egy kreatív tevékenységet is. Ezen a napon, május 8-án ez az új hold nagyon-nagyon jó kapcsolatban van Szaturnusz bolygóval. Szaturnusz bolygó segíteni fog valamit kiépíteni, valamit kialakítani. De először kell egy terv, hogy melyik legyen az irány, melyik legyen egy új kezdet számunkra, amit mi most tervezünk. Ezen az új hold napon tervekről van szó, de még nem a tettekről. A háttérben Szaturnusz bolygó segíteni fog abban, hogy ez kiépüljön, hogy ez kialakuljon. A hold az gyorsan mozog, hogyha összehasonlítom a bolygókkal, és eltávolodik majd ettől az új hold pozíciótól, és egy kapcsolatot vesz fel Merkur bolygóval. Ez egy jó kapcsolat. Merkur bolygó a szomszéd jegyből, a halak jegyéből hat, az indiai asztrológia szerint, és utal a cselekvésekre, szerződésekre, kommunikációra. Tehát miután elmúlt az új hold, itt lesznek cselekvések, termények, szerződések, beszélgetések. A hold eléri hamarosan Uránusz bolygót, az indiai asztrológia szerint Uránusz bolygó szintén a kos jegyében van, a hold szintén is együtt fognak hatni, és Uránusz bolygó hatása alatt lesznek változások.
lesznek meglepetések, különleges tervek, különleges találkozások. Tehát kihat ezekre az eseményekre, amikor itt egy új kezdetről, új irányról, változásokról lesz szó. Uranusz bolygó úgy is hathat, hogy lesz egy meglepetés, és lehet, hogy nem pont úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi ezt terveztük, de ez egy jó kapcsolat, és kihat az érzelmeinkre, kihat a változásokra, hiszen a hold energiájánál gyakran érzelmekről van szó. A téma az, hogy lezárunk valamit, lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, új hold napon vannak tervek, de még nem cselekszünk, de hamarosan lesz itt mozgás, előre mennek a dolgok, lesznek fontos beszélgetések, változások, meglepetések, és a terveink megvalósulnak, hiszen Szaturnusz bolygó ebben segíteni fog. És a szertartás szintén segíteni fog. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Vendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!